Egy szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok, Gábor vagyok, és a te barátod nézitek. Na, végre megjavult a kamerám is, csak időkérdése. Üdv mindenkinek! Hát ugye, első volt egy tévén, Ha valaki esetleg követi a Pera, illetve a Mausnak, a, vagy követte a Pera és a Mausnak a, a nyitó mérkőzését, ugye az ISL Pro League 19. szezonjában, akkor ezt ezt a két mérkőzést már láthatta. És hát félig meddig örülhetünk, hiszen a mouse ugye nyert, viszont a Pera sajnos, ami egy szoros mérkőzésen, de a komplexitől kikapott. És hát amíg el nem kezdődik a, a harmadik mérkőzés, ott tulajdonképpen itt egy, egy gyors eset, a meccset akár meg is nézhettek, hiszen fél nyolckor kezdődik majd az ottani utolsó meccs, és itt pedig hát hamarosan egy pár percen belül megkezdődik a manager self, és az anti-trolli, vagyis hát más nevükön Viton, mindegy fészíten ezen a két is szerepelnek. Én az anti-trollit anti -trollit használom, mert nekem annyira, annyira tetszik, olyan, mintha a Karigedi találta volna ki a anti -trolli. Mármint, hogy ért értitek, ha, ha, ha Na de, ö, még mielőtt akkor itt nagyon velemennénk a poénkodásba. Nézzük meg gyorsan a két csapatnak a, az eddigi összeállítását, a menetelését. Hát sajnos zombiék oldalán az első FFV-t követően, hát ötvereséggel indították a szezont, és hát ugye a Puhevikától volt talán a legfájóbb, illetve bizonyos értelemben talán a múltkori GTZ eSports ellen ugye a tegnapi mérkőzés, ahol ráadásul beugróval az a Kruly-val, aki végül is a, most már a fix ember lesz majd a jövőétől kezdve a Manager Selfnek, az információink szerint a mai, illetve a csütörtöki meccsen még viszont relax fog beugrani, hiszen Krulli egyéb elfoglaltságai miatt nem tud jelen lenni a mai, illetve a csütörtöki meccsen. Szóval azért is fájhat egy kicsit a szíve a Manager Selfnek, hiszen beugróval nagyon jól játszottak a GTZ Esports ellen. Mennyi 7-5-tel fordultak, de lehetett volna simán 9-3 is én senten ugye a, a T oldaluk és hát összesen tudtak végül szerezni 9 kört, CT oldalon mindösszesen kettő jött össze, úgyhogy most itt lesz a lehetőség arra, hogy javítsanak. Az ellen az anti-trolli ellen, vagy más nevén Viton ellen, akik hát igazából ebben a szezonban csak kikaptak. Tehát, hogy megnéztem eddig 6 meccs, 6 vereség, az ENSZ Prospect ellen játszottak egy szorosabb összecsapást. A többi az igazából nagyjából amúgy azonos, mint zombiek palettája is, sajnos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy beugró ember ide vagy oda, szerintem ellenük lehet esője a magyar csapatnak. Ugye egy finn csapatról van szó, hát van, itt látok egy kínai juper nevű uh, turiszti gót, de szerintem ő sem kínai, hanem uh, hanem ő is finn úriember lesz, úgyhogy egy ötös finn uh, stack ellen fognak majd zombiek pályára lépni, illetve szerverre lépni. És hát, uh, hát akkor nézzük is meg gyorsan a pálya statisztikákat, hogy uh, melyik csapat hogyan ugye most uh, Mirázs az menedzser fordalára egy kicsit ugye romlott, 67 de még mindig vezetnek, és ott ugye most én sentem volt egy múltkor egy, hát egy eléggé szomorú vereség, ugye tegnap a folyamán. Az Antitrollinál Inferno vezet 100%-kal, de ugye egy mérkőzésből nyertek egyet. Hát a legtöbbet azt igazából én sem játszották amúgy, de, de, de nagyon rossz virátával, úgyhogy Sőt, hát ha úgy nézzük, akkor lényegében Overpass Vertigo-t nem játszották, a 3 per 0, hát olyan sok map nincs a pújjukban, ami, amit szerintem meg tudnának kockáztatni. Zsombiék tudja az Instaban az Inferno, Tutira, úgyhogy én azt gondolnám, hogy talán egy Anubis vagy én, de inkább egy, inkább egy én söntöt fogunk ma is ö, látni, esetleg egy nyúkot, de hát ugye még szerintem a csapat nem készült fel arra, és akkor nézzük is közben a vétónkat, hogy ö, már ugye egy Anubis overpass, illetve Mirás kiesett, ugye ez nem meglepő. Infi még bent van, de Infi Vertigo, én azt gondolom, hogy az is ki fog hullani, és ugye marad egy New Ancient. Talán, ha jól megszem, tegnap is ez volt a a, a vótnak, illetve a bannolásnak a sorrendje, illetve nagyjából ez a két marad, ma, maradt utoljára. De most nem ez a kettő fog, Vertigo és Ancient és a Vitton bannol. Hát kérdés az, hogy igen, és meg is kaptuk a választ, hát nem Vertigót választották, ami amúgy ugye a Pro League 19. szezonjának az egyik legnépszerűbb mapja, azt tegyük hozzá, úgyhogy egy kis érdekességképpen. Úgyhogy Ancient lesz a mi pályánk kíváncsian várom, hogy mi lesz majd ezen a mérkőzésen, hiszen ugye a tegnapi nap folyamán sajnos lúz lett, de nagyon jól játszottak, főleg té oldalon. Most ugyan relax van, de hát nyilván ő is nagyon jól játszik, és nagyon jó játékos. És szerintem tudván azt, hogy, hogy ezen a héten még ő lesz a beugró, szerintem oda fogja magát tenni, és kettőzet erővel próbál majd ő is, próbálja majd ő is kivenni a részét a győzelemből. Nem menjetek nagyon messzire, nem sokára Ancient-tel folytatódik a játék, amint készen vannak a játékosok, és persze jó magam is. És hát itt is vagyunk akkor a késkörünkkel, ugye én sem a pálya, BO1, Manager Self Viton, uh, hát most nem anti, anti néven futnak, uh, pedig esküszöm, hogy Fézdön az volt kint, na mindegy. Uh, és hát eddig, ugye ha jól emlékszem, akkor azért az idei szezonban túl sok késkör nem uh, szerepelt a magyar csapat neve mellett, hát most nagyon úgy néz ki, hogy most sem fog, hiszen 4 uh, v 0 lehozzák a CT-k, uh, és hát maradnak is ugye a saját ezen az oldalon tehát CT oldalt fogják választani a finni játékosok, míg zombiek, ugye kénytelenek támadni. Tegnap is igazából ez volt a felállás, ugye akkor... Szia Kim, szia Denix, igen, lássuk el a bajukat, ezt akartad gondolom mondani. Végre nagyon örülök neki, megtisztelő, és köszönöm szépen hatalmas nagy tapsot Kimnek, meg egy perces néma, ja, nem azt nem, azt, az, hogyha valakit síratnánk, vagy nem tudom, gyászolnánk. Na szóval, a lényeg az, hogy a Managers' Zef tegnap jól kezdett ugye ezen a pályán, tegyük hozzá, egy Krulival láttak akkor föl, de hát lényegében Relax is már játszott a srácokkal jó pár kört, illetve jó pár gémet, úgyhogy Hát igazából, hogy tudják hozni ugyanazt a... Ó, oh, Zsoltinál ott van rögtön a nyitó kill, és van a második is. Zsolti megy tovább, uha, Launce, illetve BXD is egy-egy kill tud közben szerezni, de longról érkezik hogy A-mainből a támadás, és a bomba közben le fog kerülni mindenképpen ára, a füst az kiment már CT kezdőre, és hát Luna, illetve Styroxi az, aki próbál majd itt templomból majd valamit, tehát relaxnak kell figyelnie, hoppá, spot volt az egyik játékos, kevés sebzést kapott is, Luna már kint van szájton, Hát nyilván az információ megvan, ugye tudja azt, minden CT játékos, hogy kim vannak a... Üzti Roxy! Relax, elhulik, És a bomber közben fölszedik. Pedig Zsolti még egy kettőkával nyitott, meg volt az dupla emberedőnye a, a, terrorista oldalnak, és, és, és mégsem jött össze. De a Force amúgy össze fog jönni, hiszen ugye meg volt uh, a plantja a, a, mi oldalunknak, úgyhogy Zsoltinál az AK, GBK, inkább utility és a többiek is inkább kisebb fegyverekkel. Uh, sőt, Szelexin is egy AK ott van, úgyhogy uh, viszont utility kevesebb jutott. Húha, uh, átolják azt a Molotovat, nem biztos, hogy egy jó döntés volt, Zombie fut tovább. Rámegy a kév játékos, illetve a fánk a Styroxy. Hát ez nem igazán fog működni, Zsolti az AK-val nem tudta ki Vájdaló Jupit elkapni relax közben szép de hát még mindig elúgy, vannak sajnos a Vito játékosai, és hát eléggé szét vagyunk esve most, hiszen egy játékosunk beragadt fángva, Szelex pedig fönt elhullik línen. Hát elbóban van egyedül GBK bombával, ráadásul neki egy Dezi, Dezi ugye csak, tehát igazából ő nem is nagyon fog tudni szerintem ezzel semmit kezdeni. <kül> is kisebb csoda kéne ahhoz, hogy, hogy itt valami történjen. Nem lehet rosszam, hogy a kolm föl osonnak szépen, vagy sunyognak minden. Úgy néz ki, hogy GBK inkább Aha, megpróbáltam a fegyvert? Igen, fölvett egy megtizet. Fölmenni idő igazából van még 55 másodperc, és hogyha nagyon jó timinggal tudnak esetleg elmenni itt Redben, és Jupi még mielőtt kimérkezne, nem kérdés, hogy fogja látni őket. Nem. Viszont itt van a Szájton amúgy. Ó, látott egy lábat. Meg kell indulni GBK-tól, egy hatalmas nagy fejes. És mehet a bétámadás, érkezik majd visszafele rotál kévből Jupi, de neki 32 hp -a van, tehát őt még akár le is tudja lőni uh, bármik, GBK vagy Relax. -a. Relax, -a, nagyon kevés HP van. Uh, uh. Hát a bomba lekerül, de ha. Jó, hát nyilván mondjuk a csifogásról szerintem hallották, hogy... Uh... <laughs> ja nem, <menjük> az. <laughs> de azok már nem játszanak Fiorentina. Hol van a Fiorenti, Hol van a Fiorentina? <laughs> Mizu ki úr. Mit, mit szólsz a, a, perának a győze, Vagy a, mi, a, mi? A nem amúgy nem, nem volt rossz. Tehát ha csak az eredményt is nézzük, szerintem már, már, az is magában. Most kíváncsi leszek majd a, 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 különböző. Igen, azt láttam, hogy, hogy amúgy a, az új, játékosokkal pláne ügyes, ügyesek voltak amúgy. <kül> hát zombiek is lehetnének kicsit ügyesebbek, ugye? <kül> Ami azt illeti. Hát ugye most ekózni fognak, illetve hát félig meddig azért tudtak vásárolni ilyen half by szerűség. Most megpróbálnak egy rám papust. Tehát utility nem igazán van, van még egy smoke, amit hát el kéne mondjuk használni, de nem igazán fog eldurrani sehol sem, de nem is kell nekik smoke, minek smoke, ugye ott van relax, meg Sok x kimondása azért lehet, hogy nehézségekbe fog majd így ütközni, de... Ó, oh, ajaj, Luna. Bomba az megint lekerült, tehát harmadik kör óta igazából lekerül a bomba, ami hát végül is lehet egy, egy ilyen apró ilyen a, magyar csapat részéről, de hát nyilván hát onnan ki kell viszont GBK-nak jönnie, végigig, Styroxi elővi Szelexet, hát GBK sem tudja túlélni és marad megint egy 1v3, tehát a bomba lekerül és egy lekerült eddig minden körben, és hát kb. hasonló, és föl is fog szedni. Így is van, mint ahogyan az elsőben is a pisztoly körben láthatok. BXD pedig, vagy az 8, az B. Az 8-as? Vagy B, Nem, mindegy, BXD. Ah, pedig még elhúzza el Csípi, az utolsó életben maradt játékosunkat is, úgyhogy... Mm, 3-0, volt 3 plant, uh, ugye mivel az előző körben spóroltak a fiúk, a mieink, a mi, a mi fiaink, így most Zsolti kezében ugye ott van már a VP, három darab, 74 darab AK-val kiegészülve. Um, és hát igazából Semi -big, vagy Sami, Semi, hát legyen, hogy csak Semi, Semib. Ja nem, 8xd, bocsánat. Um, nála csak egy MP9 van, hogy érdekes, hogy Luna miért nem dobolt, hát valószínűleg nem kért, mert hát minek, minek, kell kérni, hogyha Jupi rögtön kettőkával indít, Semi is eh, tudja, pff, meg tudja ölni Szelexet, úgyhogy 5v2-ben Fél se telt el, most telt el fél perc a, a, ebből a körből, és már három játékos mínusz. Nagyon jó helyre. Uuu, jaj, jaj, ez nagyon ég. Már hogy égeti relaxot. <coughs> Szegényt. <coughs> és ott, ahogy láthatjuk, a minimapon rengeteg területe van már a ct tehát ez, ez ugye nyilván leszükíti a lehetőségét annak, a, hogy hol lehetnek vajon, na vajon hol lehetnek a Hát, nem véletlenül fogalmaztam így ki. <laughs> nem elszólás volt, elárultam ezt a titkot. Szóval igen, megvan a ugye a rámpa, lén is, mid is, pff, igazából elszállítom, mások azt jelenti, hogy mondjuk mind kitolják, de nagyjából így sejtik, hogy ez tulajdonképpen valahol tékezdő környékén, vagy, vagy be lehetnek esetleg. Úgyhogy szépen lassan az le is fogják pörgetni az órát. Nem nagyon fognak rámenni új lunáék, mert Jupinak uh, is uh, Hát szeminek van még talán kevesebb pénze, a, mondjuk Luna, illetve Styroxi pedig már rendelkezik bőven 4000 dollár fölötti összegel, úgyhogy ők akár dobni is tudnának a csapattársaiknak. Hát rámehetnének amúgy relaxékra, főleg, hogyha van info, hát igen, mondjuk Zsoltán ott van a VP, tehát lehet, hogy, hogy azért ettől tartanak egy kicsit, és hát van is félni valójuk, hiszen hogyha, aha, megpróbálnak, nem, nem próbálnak, mert csak egy flash érkezett. Érkezik még egy flash, de, de csak dobálják, úgyhogy ebből nem lesz semmi. És hát 5v2-ben igazából lehozza ezt a kört, és a Viton eddig nagyon gyors köröket látunk. Ebben kivételesen nem volt most plant. És hát ennek megfelelően, hát Serexnél van még pénz GBK-nál is, Zsombi pedig, hát így, így, így nem maradt de mindenkinek van. Igen, Zsombi fog majd most Galilla, és hát most 0-4-ben van, de ne felejtsük el, hogy tegnap ö, nem sokkal a fordulást követően Zsombi volt a top-fregger a, a, a szerveren. Ugye ezt így fejtegetük illetve később az interjú során chatben ö, írták is, hogy ö, nem feltétlenül jelent az jót, hogyha az IGL a, a top-fregger, de ebben az esetben nem arról volt szó, hogy a többiek voltak hozzá képest sokkal rosszabbak, hanem tényleg ö, nagyon sokat lőtt, és olyan párharcokban ment bele a Scorch, hogy ö, én is csak álmodoztam, mert nem volt ez tőle így megszokható, vagy megszokott. Um, hát most úgy néz ki, hogy a, a mai nap folyamán egyelőre még nem találta meg a, a, az emberölő fegyverét, vagy a, igen, ha már van egy góllövő cipő, akkor nem tudom emberölő, vagy CT-ölő fegyót. De hát még, még itt még bőven lehetősége a magyar csapatnak javítani és felzárkozni 4-0-ról. Volt már hasonló helyzetben, amúgy tehát nem kell még ezért vezetőnök esni. És hát ne felejtsük el, ugye, még egyszer kinyilkosítanám, hogy, hogy relax tehát egy beugró játékossal játszanak. Ugye nem ő fogja majd képviselni ötödiként a jövő kezdve a managerial self hanem Kruli, akit tegnap láthattunk, és ugye a be is jelentette a mérkőzést követően, illetve az interjúban elárulta, hogy nem titok, mindig őszintén beszéltek egyben. Jövő, jövő éttől, igen. Nem ez átverés? Misada? Ja, te, ja. hát Lanser nincs, igen. Ja, ja értem. Ja, vagy te Krulli néven játszottál, gondolom. <laughs> Na, te csak szeretnél, tehát te az, te az, ilyen ifi csapatba kerül ez be a manage, mi ez? To, to, yourself, vagy a yourself 2, hogy hogy van a... nem, nem tudom mi a... <laughs> Na, hát a bomba megint lekerült, és most megvan az esély arra, hogy hozzuk ezt a kört, hiszen Jupi, illetve Sammy marad egyedül vagy hát ketten maradnak nyilván, de a egyesében nézik akkor egyedül, és ott hát kivannak vannak szépen cégt, nem hiszem, hogy meg fogják próbálni. Négy órára vezetnek, ö, pénzük azért annyira, hogy annyira nem állnak annyira rosszul amúgy, tehát igazából akár még próbálkozhatnának is, esetleg egy, na, de nem, nem, inkább spórolnak, ők ilyen spórolós finnek. <hállap> Tujorszáv. <Túl jól szelf. gül> <hállap> Öööö. Uh... Rővcig. Ja, uh, Denix nem fog maradni relax. Uh, az, na, na, azért azt, ne, 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 ne tegyünk ki ilyen kijelentéseket, bár nem tudom, hogy mennyire ismered. Uh, nyilván én nem, nem ismerem őt személy szerint, de uh, valószínűleg nem játszhatna itt, vagy nem lenne itt, hogyha lennének uh, az általad említett problémák. Ja, ismered? Ja, hogy értem. Ja. De gondolom, ez csak ilyen baráti megjegyzés volt. <laughs> De te relaxat írtál, nem? Vagy szelex? Relaxra érteted, nem? Na mindegy. Négy egy, feliratkoztunk végre az eredményjelző táblára, húrá, húrá, ezt pedig kapja és már a, az égi áldást. Igaz, hogy Scorch is egy kicsit sebződik, de azért nem tettem És, kérkezik ki érkezik egy füst, úgyhogy ez még lehetőséget nyújthatna amúgy a cétéknek, hogy kicsit letolják rámpát, és lehet, hogy le is fogja majd szemi tolni. Elmúlik a molotov, és így is van, űha, probléma lehet, gondban lehet, relax, hát öh, nem. Zombi van gondban, de hát... Ja, igen, hát egyszerre tigaz a is voltak fogva, a és Jupi is jöttek ki ö, lényre, ugye képből, úgyhogy akartam is mondani, hogy relax, miért nem tart hátba, hogy milyen nézhet, nyilván ő fight a többiekkel. 8xd megszerzi a gapci a skalpját egy AVP lövéssel, 5v2, hát és kisebb csoda kéne ahhoz, hogy itt bomba lekerüljön, nem is fog lekerülni Zsolti még egy kiüt be tud húzni azzal a VP vel de ez eléggé szomorú kör volt és egy hatalmas veszteség a CT-k illetve a T-oldalnak, hiszen fegyveres kör volt és ugye értékes fegyvókat buktunk és hát a loss bónusznak köszönhetően most úgy néz ki, hogy igen forszolni fognak majd a srácok még azért utility is jut, de azért vannak ott Galilok is három darab mellett, Zsolti ezúttal nem fog vépézni. És hát igazából a finnek, a spúr finnek ugye, ők már azért ők már azért tetemes pénzösszegre is szertettek, úr Luna megnyitja rögtön a kört. Luna, Luna, Luna nem a Harry Potterben volt? De ugye? Luna, ugye? Aztán. <gül> <gül> ja, közben, közben elhúzott relax is. Igen, ne haragudjatok, elfelejtettem ezt mondani, úgyhogy... <laughs> de hát, szerintem láthattátok. Jó, hát Luna, lo, ez, ő meg ló, jó, oké, okay, de hát úgy ejtjük, na, tudom. Mondjuk az nem volt, nem volt, nem volt egy roll. tehát egy kicsit olyan az volt, de, de adom azt a lányt, ezért az, ez, ja. Hát ha élettem volna Harry, akkor a, voltam a volna varázspálcámat, aztán, na, de térjünk vissza a mérkőzés, 5-1, sajnos. <laughs> hát szórakoztatom én itt saját magam, meg remélhetőleg titeket is, ha már ezt uh, most nem, nem, nem teszik meg, hát nem, nem. Luna, tessék, a Luna. A jó csaj. A szeretet jó. 5 GBK is elhullik. Hát, Szelex marad egy idő, de igazából ez kisebb csoda lenne, hogyha még akár, hogyha egy-két be tudna uh, húzni. Érkezik már hátból személy... <laughs> Oké, okay. jó. Hát ezt erről menjen azért a replay. Ez nem kérdező, ennyi. Suna, vagy l l Luna. <coughs> hát, az a helyzet, hogy 6-1. <coughs> Ugye a Vitton nyerte a késkörtetők választottak oldalt. Esetleg még abban biztatunk, hogy a Theodorok nem annyira erős ezen a pályán. De hát a statisztikákban, a mapstatokban még a felvezet, felvezető műsorban, hogy <coughs> nem lőnek rosszul CT oldalon sem, de most ott van az adok kapok b on és meg is van az ember emberelőny. <kül> hát... Igen, végül is én úgy tanultam a... a... <kül> Honvéd edzéseken, hogy füstöt az így, így, nem feltétlen, mindegy, hát meg, meg kellett próbálni a zombinak. És továbbra is fejfej -fej mellett haladnak, ami az ember ö, mennyiséget illeti, illetve a létszámot illeti. 2v2. <coughs> Bocsánat, GBK, és GBK-nek kettő kill, na végre. <coughs> Gapci így is van. Lehet, hogy azt hiányzik, hogy nem énekel. Ugye, mint amikor még, akkor még nem menj Joseph, talán még akkor Five Standing Team, vagy nem tudom, mi volt a, a hát annyi, annyi léven szerepeltek már, hogy... <coughs> hogy <coughs> Jaj, bocs. Nem túr, ha valami izé, alergia, vagy valami basztatja a torkomat, mert ilyen, ilyen, mint hogy szösz ment volna a torkomra. És azt kell ilyen... <tosz> Na, így fölkölgni. Hú, lesz már nagyon türelmetlen, és nagyon jókor kaptam amúgy a flash-t, mert hogy ő vakul, de mégis meg tudta szerezni az első kiét, úgy viszont jön Sammy is. Megint kijönnek füstön keresztül, hát igazából ezt zsombéknak már olvasni a kéne, illetve számítani a kéne arra, hogy az a füst, bár nagyon trükkös, meg taktikus, és <tosz> Én is megtanultam tőle, tehát ez tényleg álltok, ez az ő találmányuk, vagy nem tudom, legalábbis nekem azt tudta, az, hogy az ő találmányuk, vagy valami ilyesmi. Szóval tök, igen, tök jó, csak nem, ez nem az első kör, Na, hoppá, GVK! Igazából ő a húzó ember. Ha nem lenne, akkor itt lehet, hogy 8-0. <hállt> most az eredményjelzőn. <hállt> Zörcsomó, zörcsomó, azaz. Ja, igen, meg is tegett valamit, nem tudom, mit küldött valami, azt én nem értettem. Valami szeretet, szeretni jó, szeret, nem tudom. Fingani jó. Közben 8XD, vagy 8XD. Hát zár, áll a kóra VP-vel. Oda érkeznek amúgy Zsoltiék ebből még talán... Ja, most meg büfé... <laughs> minden bajom van. <laughs> ja, hogy láv... Ja, hogy... Ja, jó, értem. Ha, 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 Opa, na, a gb hát gyülekeznek itt a replayek. <kül> jó, csak értem, nem tudtam lefordítani, mi ez a, az a szeretet. Jó, jó oké, ér, most már értem, a szó viccet, csak nem esett le. Azt tudom, hogy love good, csak hogy nem... Na mindegy, jó. Titkok kamerája. <kül> Ajaj. Ez amúgy még nem hozhatatlan, hiszen uh, igazából nincsen már GBK-nál, hát már nincs elég hely a replayeknek. GBK ugyan elhullik, de Zsoltinak kéne jönni át, fut a molotovon, és a bombát pedig megint felszedik, mert nem az első. A kutya fáját, a kutya meg a macska rúgja meg, hát nem hiszem el, hogy uh, Zsolti szedhetted volna a lába, Na. Mindegy. Hát Gébik, hát most is uh, tulajdonképpen a körnek a hőse, vagy lehetett volna a körnek a hőse, ez volt, be kellett volna csak fejeznie a diffúzoló játékost le kellett volna könnyedén szednie, de hát Zoltán elindult már kifele fánk volt, tehát valahol majdnem mit, mit felől kellett már vissza uh, rohannia, úgyhogy uh, na mindegy. egy -ba. Hát jó, azért úgy, hogy előtte volt 3 k vagy 4 talán, úgy, úgy nem, nem, biztos, hogy gbk t bánt, Na mindegy. Uh, hát a lényeg az, hogy a szomorú tény, hogy 7-2 az állás magabiztos Vitton vezetés, vagy anti trolli, ugye a másik uh, fészetes nevük. Én, nekem az jobban tetszik, hogy trollit fogok mondani. És hát Szemi már tolja lefele rámpát, ellövi magát ugyan Zsolti, ja, de lehet, hogy csak vaktában lövöldözik, hát füstön keresztül már ott van lent, és lényegében a taktika ugyanaz, amit láthatunk az előző körökben, ketten kitolták, Ú, 8 XD. Hát ez nem, ez nem zsombi napja, egy tízes stadban, azért az, az kemény, tehát annál még lehet, hogy én is jobban állok, hogy 2-10-ben. Na mindegy, az, hogy ezt vissza fogja majd nézni boldorul, akkor ketté valamit széthasít a hátamon. Szíjat fog hasítani. Na nézzük, Zsolti, felvetem ugye az ak -t. és Zsolti, ott van kettő kill, két gyönyörű szép fejes. Elhullik, de Relax tud válaszolni. Igaz, hogy nem a Zsolti. Ó, oh, Relax, nagyon jókor jön. Kettő v Na, még lehet hozni ezt a kört. Igaz, hogy eléggé váratlan volt, nem túl... Én nem mondom, hogy felépített támadásnak, de... Ehhez kellett igazából az is, hogy a ct uh, körök óta már nagyon, hát nyilván alapvetően bátran, hiszen miért ne lennének bátrak 7-2-nél. Uh, adja nekik a játék, nagyon jól jön neki a, a párharcokból. És még 8xD simán megfogja a má na, 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 GBK, 11 HP vigyázni kéne rá. Buktak azért a mediet, én inkább menteném azt a VP-t amúgy 8xD helyében, hiszen nem lesz a következő körben olyan hű uh, jó, sőt egyáltalán nem lesz jó pénzük. Tehát egy híró AK az mondjuk igen jól jönne majd a, a csapatnak, de a AK, LVP. te vagy a pelikán, mi? Pelikán köpött. Jó, megmondom az interjú majd, igen. mondom, én neki hát úgy nagyon jól. De igazából a tegnap inkább, inkább az volt a helyzet, hogy ő nem értette, hogy, hogy mitől, mitől lőtt valami, nem tudom, 17-10-es statban volt már fordul vagy valami 13, 8, 10 nyolc, tíz, valahogy így. Tehát ilyen, ilyen top, mondom, top fregger volt, de neki volt a legtöbb frege az egész szerveren, Üm, és, és Tényleg olyan, olyan fajtokat tart a srác, hogy hogy, hogy is. Inkább ő ezt nem értette, hogy ez hogyan történhet, hiszen hát alapból ugye <laughs> ezek nem, nem, nem igazán szoktak neki összejönni sajnos. Ü hát nem biztos, 7-3, még zárkózhatnak a magyar uh, srácok. Főleg, hogy a zombi végre... Ó, oh, Zsoltinál is van rengeteg pénz, úgyhogy uh, és a nyertes körnek azért uh, meg volt ez az, az előnye, hogy uh, tudunk még bankot is építeni. Ez hát a túloldalon ugye ki, vet, ki lett mentve a VP, <kül> viszont, hát Jupinak 1400, 1500 tiroxinak, nem lepődnék meg azon, hogyha esetleg most egy forz, ez, 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 igen, ez ilyen dupla lesz, úgyhogy vagy kéne, hogy legyen elvileg. Mhm, uh majd -huh. ugye meglátjuk. És elvileg egy takt nem taktikai, hanem ö, technikai szünet, hiszen azt látnánk a hádon, hogyha valamelyik csapat kért volna a szünetet. <kül> Ja, amikor 10 ben volt? Éh, az már jó múltkor lehetett. Nem tudom, hogy volt. Mikor volt az? Zombi 17-10-ben? Már ez én homebredzés? <laughs> mikor lőtte <ötöl> ő magát annyiba? <laughs> Hát ez a múltkori. Ja, igen. Ja, de, ja hogy, úgy, ja hogy az lett ló. É, persze. ja, jó. Ja, 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 nem, hát igen, sajnos. <laughs> Bocs, ezt most úgy mondtam, mintha hogy ez ilyen magától értetődő, lenne. Persze, persze, hogy lúz lett. Mi más lett volna? Igen. és ráadásul 7-3-ra mentek talán, vagy hogy? És simán lehetett volna 9-3. Tehát két olyan kört buktak amúgy, hogy, hogy ilyen három végyet, meg ilyen eko ellen. Tehát ilyen borzasztó kacsasó, vagy libasorba álltak be, meg, és, és úgy lőtték őket le USP-vel. Visszajöttek 7 5 és onnantól kezdve két kör volt CT oldalon itt Ancienten, és 9-13-ra kaptak ki. Ah. ah Küldenek ki MSN Messengeren. Aj, ah, na, Zsoltitól, Jipi is elhullik, meg 8XD is. Hát jó, nyilván meg kellett próbálják, még ketten azért ott vannak, tehát kitolták el, mint, és nem tudom, hogy Zsolti fog -e erre számítani. Vissza kéne tartani, hát ő már közben minden van. Szemi viszont zár vissza. Scorch, LGP őt, ketten maradnak életben, Luna, illetve Stiroxi. Eddig a pillanatig Zsolti számított rá, hogy még jönnek majd. És hát ott van Luna, Szelectől pedig egy gyönyörű szép fejes. Na így kell, bár bárcsak minden körben pisztollyal támadnám, vagy védekeznének a ct és akkor tudnánk zárkózni, de ez nem rossz, 7-4, én tudtam én, én bíztam a csapatban, és én érzem, hogy nyerni fog most a Manager Self. Csak ti vagytok ilyen szkeptikusak. Nem, nem hisztek, nem bíztok elég a csapatban, pedig, pedig kell. Hát ott van, látom a szemeikben a, a, tüzet, azt, hogy a, az olyan tűz, mint a molotov, ahogy ég itt minden a... Nem, de, ég, ég minden. Mint hogyha a szemükben lévő tüzet látnám. Aha, hát azt levette zombi. Dekázott egyet a del de aztán 58 HP-ja -e maradt, de azért relax is kapott belőle, sőt, szelex is. hát nem sok, nem sok HP-ja -e maradt már három játékosunknak sem, sőt, relax további csebzéseket kap. Ó, oh, szelextől! Igaz, hogy füstön keresztül, mármint, hogy lemaradtunk róla, de... Személy közben válaszol, szelex és személy eddig a... Ú, uh, körnek az embere, 8xd, oké. Okay. Ezzel van az emberezménye szelexéknek. Hát megint, hogy mondjam, nem egy... egy, egy végis... Valahol ez egy felépített kör volt, tehát hogy, hogy mentek a fájtok, -ok, ment a füstöntúrás, meg lett Szelexnek kettő, aztán Szeminek kettő, és most így, így itt vagyunk, hogy ára lekerül a bomba. 3v2-ben Zsoltinál ott van, ő... Ó, és 1v2-ben marad, jaj, már megint egy 1v, ne, Jupi, Jupi vagy Zsolti. Tehát várd meg, amíg, várd meg, amíg ne, jaj. Jó, az jó, oké. Okay. A nél erre ki van rá téve. Így is van, ki kell menni CT kezdőre, onnan meg le kell tartani, és vége is van Jupinak. Ennyi. Most, most. Jaj, te oh, Istenem, lesz ki kell ide, lesz ki, gyere, lesz ki, ugorj be, Zsolti. <laughs> Jaj, ah, de van amúgy diffusz ki, ja, nem is, de fel. Hát akkor annyi. <laughs> így van, így is van. kemény kör volt, és 3v2-t tudtak hozni, tehát megjósolhatatlan, tehát amikor emberedőnyben vannak 3v1-ben, vagy, vagy legalább 2v1, nem jön nekik kör, viszonylag simán abszolválja a CT csapat, illetve a Finn csapat. Most meg egy, egy, egy 3v2-t tudnak megfordítani, és, és végül is az 1v1-et Zsolti nyeri. Na, kihullik a hajam. Ám, úgyis, de kezdett hullani, hát azért benne vagyok már a korban sajnos, de hát most ez a lényeg, ne erről beszéljünk. 7 úgy, úgyhogy szoros lesz a fordulás, és mondjuk, ha nyeri a magyar csapat a pisztolykört, ami hát nagyon úgy néz ki, hogy egy gyors átámadás lesz. Balkézben ott van Sztirok már, a pisztoly ugye az update köszönhetően Luna is egyet el tud csípni. 4 3 mal lekerül a bomba ánszálytra. Hárman vannak itt fánkban, hát onnan midről igazából nem fog érkezni senki, úgyhogy meg lehetnek akár letni, szemit. meg is lepi, így van Szelex. Kérdés, hogy számítanak -e arra, hogy három játékos is ott tartozkodik? Hát valószínű, igen, hiszen ugye Zsolt jön Áminből, Citéről jöttek a többiek, tehát igazából túl sok helyen nem lehetnek, ott van a fű, ezt fel kell szedni, fel kell szedni, szedjed, szedjed, GB, úgy, meg lesz, a testedbe védjed, és megvan, ott van a kör, 7-6, így is van mekkora és Zsolti közben még el is tud lőni két játékost, eszmélet nem micsoda kör, hát a saját testével fedezi GBK-t, és sikerült. Na, jó volt a diffúz, szép volt, srácok. 7-5, comeback is real. De ugye a plannak köszönhetően jupi tudnak vásárolni, igaz, hogy nem annyira erős fegyvereket, de azért ne becsüljük le a galilokat. Hát Zsoltitól merész az, az M4, ugye általában ezekben a körökben szokott az lenni, hogy mindig a, a legerősebb fegyvert vivő, e, mármint amikor a másik csapat forszol, e, és vejetlen egy rást fog majd tolni, ú, uh, azt pont eltalálta, a füst pont eltalálta a relaxot. Nagyon kemény! Ajaj! Hát egy famasz minusz, sőt nagyon néz ki, hogy mp is minusz lesz, a bomba megint le fog majd kerülni álszájtra. Hát nem, Zsombi nem fog ezt megpróbálni, és valószínűleg a többiek sem próbálják meg, ezeket ki kell menteni, tehát nem szabad, főleg Zsoltinak az M4-re vigyázni kell és is a famaszára. Uh, jó, éreztem, éreztem, hogy, hogy a visszaforszolt kör az nem lesz annyira egyszerű, és hát, hát igazából majd, nem az egyszer állvédő, ugye, aki relax volt, a, a, beugró játékos, nem tudta megvédeni a szájtot. Ha legalább egy kiöt be tud lőni, vagy, vagy tudja késletetni ezt az átámadást, nem sokan múltam, hogy hiszen Jupinek ugye 9 hp pedig 47, És Upi upgrade el arra a famaszra, hát nem tudom, az egy jó se... csere volt-e. Ugye itt a Pro League alatt megoszlottak a vélemények a kasztertársak, azt hiszem, talán Dogi volt, aki nagyon-nagyon aki ki volt bukva itt a famasz a, a teljesítményére. Um, Igen, de ha valaki semmelyik nem tud lőni, akkor neki, annak tök minden. Tehát ugye, az itt ilyenkor azok előnyben vannak, akik, akik egy fegyverrel sem tudnak játszani, az meg én vagyok, úgyhogy tulajdonképpen nekem a FAMASZ ugyanolyan jó, mint az M4. Bármelyik M4. <coughs> Tehát John tudnak játszani gyakorlatilag is ezekkel a fegyverekkel. Igaz, hogy most a Vitonnak volt meg, vagy az Antitrollinak ez a kör, de kettő kör előny az, az nem előny, főleg úgy, hogy ezért három fegyvert tudtak kimenteni, ez a négyet, bocsánat, a famas együtt, Relax pedig most így hát rávette nullára magát, és egy Dezit tudott kigazdálkodni. Hát a mit is tudod, próbálják most túrni egy kicsit, hát pár damage kaptak pár HP mínusz a jupiéknál. Nem számottevő. Most uh, nagyon szép volt itt a nyitó, viszont Jupi válaszol rá. Ajaj, Én ezeket a füstön keresztül átolásokat nem biztos, hogy annyira kéne erőltetni. Ugye ezt láttuk már zombi esetében is, hogy ezek uh, ezekből most jobban jönnek ki amúgy a játékosok, és hát ebből a körből is nagyon jól jöttek ki, hiszen Három fegyver kijön, igaz, hogy Galilok és Hamas, tehát annyira azért nem erős, de szem számukra ugye a lényeg az, hogy megint három körrel vezetnek, meg tudtak újra lépni. Pedig úgy nézett ki, hogy ö, sikerül majd ugye az egyenlítés, de nem jött a Seven Angels self 7-6-ig tudtak zárkózni. A 7 5 fordulást követően megint, megint valami, valami megakadt. És hát Zsombi kezében egy darab füst, többiek pedig az USP keretre, nála is USP van. Na és ott van gbk től az a bizonyos Zeus, amit ugye szinte minden mapon eddig láthattunk, amikor eső a szezont nézünk, vagy néztek itt velem, de GBK szereti elővenni a, <coughs> a zeus át és, és próbál azzal kileget szerezni, és azért nem egyszerű jött már össze neki. Ugye az nek köszönhetően most már némi pénzre is szert tud tenni, mert igaz, nem sok, bár ha mondjuk öt játékost megöldi Zeus-szal, mire van a lehetőség, de mondjuk good luck hozzá, akkor hát, mondjuk akkor se kap túl sok pénzt, 500 dodó, de hát az is több a semminél. is annál, amit eddig kapott volna érte. Hát én azért nem értem mondjuk Zsombinak a mozgását, hiszen megpróbál egy USP-vel nyilván, hát nem azt mondja, nyilván, de letartják, és uh, eléggé bátor. Tudom, hogy információt kell szerezni. Jupinál ott Uh, bocs, bár, lehet, hogy összekeveredtek itt a bindek. Uh, nem GG, nincs GG. <laughs> a lényeg, hogy nem maradtatok le semmiről, mert 4v1 van, tehát hogy... <laughs> Szerencsés, hogy kiment. Hogy igen, valószínűleg a replaynél... Uh, igen, a bind az, az nem biztos, hogy a leg, legszerencsésebb, úgyhogy majd, majd azt át... Pedig hát alapvetően működik, tehát ilyen nem tudom... 10 ből 9-szer működik, mint, sőt mint, 20-ból 19-szer működik a bind. És néha úgy érzékeli, hogy, hogy a, mint a, azt a hotkeyt nyomnám meg, ami ugye a, a hamarosan kezdünk, <laughs> betöltő jeleníti meg, úgyhogy. Na mindegy, hát, de a lényeg az, fölül látható, hogy 10-6 már a Viton számára. Még itt a napon hogy nem Liton, hanem Viton, de hát. Nem kellett volna őket gúnyolnom, mert így, így lehet, hogy most emiatt, hogy ezért állnak bosszút a fin játékosok. és hát időkérés a manager staff oldaláról. Az első, amúgy ezen a pályán igazából nem is volt annyira indokolt eddig, hiszen nagyon szépen zárkoztak ugye 7-6-ig, utána megint meglépett a, a csapat. Most már azért ennél a négy körnél azt gondolom én is, hogy, hogy itt volt az ideje, és hát nagyon bízom benne, hogy sikerül valamit majd, valami újítást a játékokba vinni, hiszen hát majdnem erős fegyveres körön azért nincs olyan sok utility a CT csapatnak, ráadásul a fegyverekben sem a legerősebb választás, ugye a gbk ott van az a FAMASZ. De még mindig jobb, mintha hogyha az vagy mondjuk autosotival állna be mondjuk képbe. be de hogyha ez a kör nem lesz meg a CT oldalnak, akkor 11 6 nál főleg, hogyha... Hát egy kire jó volt zsombinak a pozíciója. Nagyon styroxi. olyan trade és rögtön trédelés, illetve szerexet is el tudja lőni. Már ki van füstölve CT kezdő, lekerült a bomba b ra Hát és GBK ott van képben, de szerintem én nem próbálkozik meg. Esetleg, hát nem tudom, hogy megpróbálkozhatom -e majd egy ninjával, de nyilván erre azért odafigyelnek majd a, a terroristák. És hát oké, okay, hogy mentik Zsoltiék a VP-t, főleg, mert, mert szükség lesz majd a következő körben, de ezért így, ezért ez így nagyon, nagyon veszett nyerének tűnik most már. 11-6 lesz hamarosan. Ah, még letartja. Megvan az első kill, Lunának vissza kell, Lunának vissza kell jönnie. Hát talán így berobban. Nem fog. De, de, Luna be is robbant. Hát legalább ennyi. Hmm, hát ha nem is lancer ö nyilván ennek megvannak az okai, hogy őt ugye miért, tőle miért vált meg a csapat. A uh, amúgy tényleg, tényleg hogyha ha valaki látta a tegnapi mérkőzést, Krulival, amúgy nagyon-nagyon biztatóan ment a, a szekér, sőt, tehát olyan, olyan köröket láttunk itt té oldalon, mondom, hogy jó, jó volt nézni a játékokat úgy, hogy igazából Krulival ugyan ismerik őt, meg játszottak már korábban, de nyilván ezzel a felállással még nem, meg nem volt még meg a, az összeszokottság. Hát CT oldalon ugye ez kijött, hiszen ott, ott ugye jóval fontosabbak a, azok a pozíciók, az összedolgozás, a csapatmunka, amire azért még ugye nem volt idő, hogy begyakorolják. De eltámadóta nagyon biztató volt. Ő, és a molón keresztül jön, jupi, de tudnak rá válaszolni, szerexni, ott van három kill is, na végre. És egy 1 v alakul ki, hát megkockáztatták a ték, uh, igazából pénzük volt bőven. Hát is tolták a molót, de ez most nem volt kifizetődő. Luna marad egyedül, az autókkal meg megőrül. És már én amúgy hátból relax, hát... Amennyire a szegénynek nem megy igazából a játék, én még féltem is egy kicsit, hogy, hogy pont Etkén is le is tartja a Luna, pont hátba tart, úgyhogy relax. Meg is gondolta magát, és visszajön elbóhoz. Hát nem kell igazából erőltetni, ott a szépen így van, azt a szöget le is kell tartani, hogy ne tudja nem menni tékezőről és innentől kezdve tulajdonképpen nem lesz több kérdés, de hát Luna nem fogja megpróbálni minden bizonyal, ami hát mondjuk érdekes, rámehetne, mert uh, igazából a fegyvereket nem fogadni, vagy fegyvert nem ad. Hát az elki elkeim, bocsán nem Galil. Igen, azért az elket nem akarja valószínűleg egy uh, counter-terrorista kezébe odaadni, hogy lecseréljék a Relax M4-ét. Lehet, hogy mégis csak kíváncsiskodik egy kicsit, is följebb merészkedik rámpen. 24 másodperc az órán uh, igazából ideje van, mert nagyon közel van ugye B-hez. Hát most még az lenne szép, hogyha mondjuk le tudná tenni a bombát. Igazából kettő darab flash van, de belesült a Zsoltinak a célkeresztjébe. És hát 11 hét ezzel, négy körül még mindig a hátránya a Manager self -nek. kettő kell ahhoz a, 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 a Vitonnak, hogy megnyerék a, ezt a BO egyet, illetve ezt a pályát. Ugye én söntöm vagyunk, és hát érkezik egy Milagro Zsoltitól. Uh, ha kicsit átfut azon, de nagyon jó amúgy a nem rossz elképzelés. Ajaj, de 8xd VP-vel szintén lehet ugye a boostról selectet csípni. Ugye már érkeznek fölfele szájtra. Ú, uh, erre nem számított, és megvan GBK-nak 2 kill, ez nagyon fontos. Két kg volt, ott van a következő is, 2 v 3 megfordítják a... A hátrányt, ez az ember hátrányt. Jaj, de Relaxnak nem, nem adja, egyszerűen nem jön össze semmi. 4-12-ben most sajnos a magyar srác. Ez nem az ő napja. Jupi viszont 7 HP-n, úgyhogy lényegében itt majdnem, majdnem egy, egy 2 v 1 alakul ki. És hát ugye a bomba pedig hullott rámpán, tehát mindenképpen erre kell érkeznie majd Styroxinak, illetve Jupinak, aki Hát nem, nem csak az volt, több minden állítólag igen. Tehát, hogy nekem kifejtette, nyilván azért ez nem annyira publikus. Uh, nyilván rányomta a bélyegét a, a testményére úgy tudom én is, hogy magánéleti dolgok, meg egyéb, egyéb dolgok játszottak közre. Ami előfordulva, tehát nem arról van szó, hogy most itt megutálták volna egymást, tehát abszolút békében váltak el, az is lehet, hogy csak átmenetileg, tehát még, még nyilván nem fogják temetni azért ezt a, az együttműködést. Egyelőre most úgy néz ki, és megbeszéltek, hogy a csapat érdekeit az uh, azzal tudják előrébb helyezni, hogyha, ha most nem lancerrel folytatják. szentem mm, szerintem tökre értető. Tehát. Nyilván neki, tehát hogyha valakinek... Oh jaj. oh, jaj. No comments láthattuk. Hmm. Hát igazából akkor nem maradtok le ilyen sokról, hogyha szeretnétek menni nézni az utolsó, mai utolsó Esport egyes közvetítést, ugye a CDC D csoport kezdődött el az első Pro League 19. szezonjában. Meg nem mondom most fejből, hogy a harmadik meccs az melyik volt, ugye láthatjátok ma már a Mouse-t, illetve a Perát játszani. A Mouse, illetve a Gamer Legion, amúgy a magyar a felálló Gamer Legion is tudod nyerni, egyedül eddig a Perának nem jött össze, de nagyon szépen a amúgy. És hát... Igazából a Manager is szépen helyt áll, ugye annak ellenére, vagy amellett, hogy beugróval játszanak, azért uh, a hétkör nem rossz egyáltalán. Főle, úna, relaxnak, ott van, beakadt kettő kill is, így a vége felé. Lehet, hogy kicsit későn ébred föl. A Game Legendben Slend, vagy Slam, ó, uh, nem, nem akarok hülyeséget mondani, Slend. és megnyeri közben a manager az a kört. 3 v 0 ra tudják hozni, úgyhogy ezzel azért értékes fegyverek kerülnek kimentése. Szereknek nem sikerült nála maradt, maradt a sót, de igazából tudnak egymásnak dobni, venni is a játékosok, úgyhogy nincsenek probléma a nehéz helyzetben. Hát a T pedig egyetlen nincsen rossz helyzetben, hiszen bár mondjuk Szemi, á, nem azért és nem tudja venni. Ekoznak, hát belefér úgy bőven, bőven belefér, így van igazából még 2000-ig se vásároltak le, mert, mert minek? Tehát négy kör még az előnye a, a és akkor is, hogy még hogyha vissza tudna jönni a Manager Self a játékba, akkor is ugye Echo-ra, overtimera overtime-ra tudnák menteni a, ezt a mapot. A személy, illetve Jupi már kapott is amúgy, fél HP vannak mind a ketten, a kell egy jót, így nagyon szép volt Szerextől, igaz, hogy pont a feles szemét tudta elcsípni, de hát teljesen mindegy, hogy melyik játékos, a lényeg, hogy megvan a, a frag, Kette maradnak rámpán, elbóban érkezik a bomba, és már amúgy mind betolja, eléggé komolyan próbál itt uh, Yupi valamit alkotni, de de ú uh, 8xd volt itt. Hatalmas fejest osztott ki neki, de válaszol, úgyhogy visszaveszük az emberedőnyt. Relax pedig várja a ah, mind támadást, aki időközben ugye Jupi lett volna, de ő is visszazár ugye a csapattársa mellé Midre, és most a ketten itt vannak igen mind le van tartva, tehát nem kell attól elvileg félnie, mondjuk pont zsombi, nem, nem, zsombi beton, beton midvédő, úgyhogy ott nem mehetnek át, és hát, hogyha most jó timinggal fog majd rájuk píkelni, szerintem talán ezt hallotta is zsombi, megvan az első kill, nagyon szép volt. Számít esetleg a következő, Igen, ja, meg volt a második is, csak nem láttuk, az mert nem volt rajta a képernyőn, gb pedig befejezi a kört, 4 v 0 úgyhogy bőven hozunk ki fegyvereket is, és hát ugye nullára lőttük a Viton csapatát, de hát ugye ekóztak, sőt, igazából vehettek is volna egy kevés... Ö... Ö, azt hiszem, hát nem tudom, hogy ott szerepelt, de, de igen, valami akademista volt, igen, úgy tudom. Szóval, ö... szóval 12-9 szoros, edd, tehát visszajött azért valamennyire a manager self, de még mindig nagyon nehé nehéz helyzetben vannak, hiszen ö... Na, full vásárlás, fegyverekkel, AVP-vel, megspékelve, de ott most a is ugyanez a felállás, bár azért Tiroxinál a Galil is befigyelt, és... Na, a zsombi... oh, ez a saját csapatása, nem kéne azért sebezni, haló. Ó, oh, megvan a nyitó kill, de kapták azért füstön keresztül, úgyhogy most be vannak ragadva a füstök közé, eredet átolja, még Jupi 24 hp a marad, szereksznek ott van a következő kill, nagyon szép, dupla emberelőny, és szerintem, hát ez mint hogyha most előtte volna valaki magát itt minden, szemibb. Ó, talán ő el is lépte magát. Nem tudom, hogy ezt esetleg hallotta -e a zombi, aki mindjárt... Ó, Zsolti számított a longról érkező. Zsombi számít Lunára, 5 v és eddig marad a kéret. de hol volt, hol volt eddig ez a játék, srácok? 12-10, kettő kört még kell hozni. A következő, a következően nem lehet probléma, ha csak nem forszolnak, de ha forszolnak, akkor viszont akkor nagyot kockáztatnak tulajdonképpen ezzel a vitonosok, hiszen ja, nem, nem forszolnak, csak 2000 vásárolnak. Itt kicsit alá, hiszen uh, ugye a loss-bonusnak köszönhetően uh, jól fognak majd állni. Hát ezt a kört még tudja hozni a Manage Yourself, minden bizonyal, nagyon reméljük, hogy uh, ja, igen, szerintem mellettük volt, volt, nem volt, picsába, Na mindig. Na nézzük, érkezik egy gyorsabb, hát lényeg, nem futnak közben, amúgy végig a terroristák, És végigfutottak mit felé? Na nézzük közben. Mit mondjuk ki van füstöve? Uha, ajaj, Zsoltitól ott van egy, viszont rá fognak érkezni a többiek is. Ajaj. Ó, ott van még egy kill, viszont ott a harmadik kill Zsoltitól. Mit csinál a magyar játékos? Nagyon szép. Elhullik ugyan, de 2 v alakul ki. És a 11 HP-n van B8... -ig... Oh, oh, ajaj. Kicsit azért megcsúszik majdnem az a spray zombitól, de... Na, egy jó píkeléssel igazából meg lehet még, Szelex pedig már érkezik hátba. És el is tudja csípni, 12-11, hát nem volt benne a játékban. Egy körre vagyunk attól, hogy ott ér mencsék ismételten érte ezúttal. A zsombijék mencsék a mérkőzést. Ugye, hát láttunk már egy olyan meccset az ese a 49. main szezonja során, amikor 12-9-re mentek már zomborék, És hát pályát már nem mondom meg nektek, de a puhevika ugye ki egyenlíteni 12-12, és aztán végül 16-13-ra az ot megnyerték, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez most Pepitában meg fog ismétlődni, és azóta a mi csapatunk fog majd kikerülni győztesen ebből a meccsből. Megvan rá a lehetőség, hiszen kevesebb utility rendelkezik, és most Zsolti volt gyorsabb, ez nagyon kellett a nyitó kill, a két vp a párharcát Zsolti nyerte. 4v5. És ugye, mivel búztam volt, azért arra számítanak, hogy egy játékos még mindenképpen lehet B előtt. Elmúl elmúlt a füst minden illetve Red room úgyhogy érkezik Styroxi. Ha az ő frege is megvan, akkor a dupla emberedőnyben nagyon kényelmesen tudna játszani a CT csapat, de ez hát higadnak kell lenni. A pozíciókat elárulták amúgy alapvetően, hiszen a molotovot földobták így Red Room mélyére. Így, zombi, nem tudom, fog-e számítani, talán fog rá számítani. Nem, de Relax végül is tud trédelni, úgyhogy ez nem volt egy rossz csere. 4v3-ban maradnak, és, és még mindig eléggé messze vannak a szájtoktól. B előtt van ugye egyedül Szemi, többiek pedig megint minden próbálkoznak, nagyon erőltetik a finnek ezt a mit támadást. Utility már, hát még talán egy executor lesz Jupinál. Próbálják majd ezt az át, de hát igazából ára pedig már ketten zárnak át, ugye Relax, illetve Szelek, ö, Relax és Zsolti a VP-vel. Zsoltinak nagy köre volt az előző Körben is. És hát... ja és felé fognak menni. Ezt talán ellépték, és ezt hallotta is Zsolti. Érkezik a füst, megvan az első, nagyon szép. A második már nem, jön GBK. Ó, és ott van! Nagyon szép volt GBK-tól, és menjünk Overtime-ra. Na, hát innentől csak fölfele, N nincs megállás, meg kell nyerni, nincs mese, 16-12-re, az pont. És ott folytatjuk ugye a védekező oldalon, CT-ben a manager szerv, továbbra is Viton pedig támad, ugye a, az overtime-ban fullos pénzekkel kezdenek, és ennek megfelelően ugye ott vannak a VP-k, illetve Ákák, valamint az M4-ek, az a spray, az hát igazából nem találta senkit. Hála jó Istennek, jupi megtúrta, de legalább ezzel tudják most már a bévédők, hogy Lénan azért valószínű, hogy gyülekező van. Molotov, kettő Molotov is kirepül képbe. Azt igazából kell letisztelni, hogy ki van mol molizva, de tök mindegy. Azért benézett uh, jupi. és jönnek tovább amúgy. Lehet, hogy meg fogja ezt a fa palánkot itt kéből. Nagyon úgy állt föl. Ajaj, Ó, egy megvan protokoll droidnak, az, az Scorchnak, de Jupi válaszol, ketten voltak, de legalább információ is birtokában már azért a ct okosabbak. Ö... Hát, relax, mondjuk végül is az oké, okay, hogy ő levárja, mondjuk ketten vannak ászájton, nyilván nem tudhatják, hogy merre fog még indulni a támadás. Rotál már amúgy relax, az... illetve Zsolti az nem rossz, hiszen nála van a VP, relax talán el tud majd bánni Styroxival, illetve lehet, hogy ő le fogja, aha, levárja a többieket bizony. Most észnél kell lenni, 8xD jelentve Luna is forog. Érkezik a flash, hát nagyon jó pozícióban lehet majd. Relax, rajta fog múlni nagyon sok minden. Ajj, oh, de nem, hát érkeznek be közben fánkból, Luna oldalba kapja őt, 4v3-ban. Ajj, oh, bomba, le fog kerülni sajnos. Én azt gondolom, hogy ezt hát pedig megpróbálhatják. Zsolti feles már közben. Hopp, egy miss. Ja, nem miss, bocsánat, nem miss. Ah. 8xD, 3v2, AWP-t azért jó lenne legalább eliminálni. Igaz, hogy a következő körben tudják majd ugyanúgy venni. Ó, GBK-tól egy hatalmas nagy fejes Styroxira. 2 még akár meg is lehetne ezt próbálni. 8xd. Rá kell menni, ott van, föl lehetne szedni. Ő... Ó, és nem, 8xd hozza végül is a kört. Ah, volt. Hát igen, ez ahogy az lenni szokott, a uh, Manager Staff kiharcolta az overtime-ot, és rögtön a, az OT első körét az enemi csapat uh, tudja elhozni, 13-12 ezzel a... a... Ú, uh, mit, mit tudom, mi volt? Antitrolli anti anti, -trolli, anti -trolli csapatának. Sztiroxi már 50 HP-n. Na jó volt a utility sebzés, sőt! Mi az, hogy 31 HP-n van Sztiroxi? Az nagyon kellemetlen, Relax kapja a flash-t, el kell csípni egyet, a második már viszont nem lesz meg. De a egy ellenére igazából nem állnak rosszul, hiszen Sziroxinak alig van HP-ja, is kapott már egy keveset, és még egy emberről meg van a legalább egy emberről az információ, de hát szerintem sejtik, hogy nem igazán mozognak egyedül, viszont nem biztos, hogy le kellett volna tolni, vagy lehet, hogy kellett volna egy flash kérni a társtól. Hát ki, ez a füst, inkább nem kellett volna egy nagyon erőltetni ezt a píket. Ketten is itt vannak amúgy képben. Megint próbál lörkölni Styroxi, ezúttal, hát igazából A ávidő nem nagyon marad, Ősz korcs az, aki most zár vissza majd fánk felől, és hát akár meg találkozhat is Styroxival, végtart, csak nagyon jó timingja, lehet majd a támadó játék, oh, a támadó játékosnak így van. Oh. Hoppá, Szelex, Hát ez mondjuk kozmetikázása elegendő volt, két kilt tud a neve mellett, de hát ez nem volt elegendő ahhoz, hogy megnyerjük ezt a kört, úgyhogy megint ellép a Viton. Megint ellép, és utolsó kör, ugye legalább egyet most hozni kéne a CT oldalon, hogy hát nehogy, 16 vagy 16-12 lehet, csak lehet, hogy nem az az előjellel, amit, amit én jósoltam. És nézzük. Általában hogy alapvetően nem nagyon erőltet a, a fin csapat. És most amúgy úgy nagyon felálltak rá, igen, is érkeznek. Jön majd a CT füst. Mert ki is érkezett. Jön a poplash. Beérkeznek. Relaxnál egy kill. A második már nem jön össze, de elég a tűzben, szkorsnak a tűzében. személy, úgyhogy meg lett a támadás. Jaj, hát Jupinak jól lehet, hogy a pozíciója a fánkban. Itt van Zsombi, csak kérdés, hogy Jupi ki fogja -e tolni füstöt. Hát amint szerintem Zsombi ellövi magát, lehet, hogy megpróbálkozik. Mondjuk van már csapattárs GBK személyében itt Szájton, bomba pedig ugye kiesett, tehát ez, ez, ez nagyon, ez nagyon jó pozíció. Jaj, de nem, de mit csinál? Mit csinál? Hála a jó Istennek, legalább Zsoltinak helyén van a szíve meg az esze, és tudja hozni az utolsó kört. Hát nagyon necces volt. Zsolti az, aki, aki ami, reménységünk 26 kilben. Nagyon jól megy az lvp srácnak. Szerex pedig úgy szintén 23-18-as tattal rendelkezik, tehát nagyon uh, jól lőnek amúgy, de gb se felejtsük el. És időközben azért zombi is elkezdte a termelést, igaz, hogy neki még negatív a KD-ja. Hát relax az, aki, aki iparkodik, azért tartja Zsombival a lépés, de neki azért előrébb kéne végezni, hiszen nem ő az ígél. Na de a lényeg, hogy szoros a fordulás, 14-13, most a Viton van, CT oldalon, Manager Self pedig támadni fog. Támadó oldal alapvetően nem volt ugye tegnap sem rossz, a mai nap folyamán azért láthatunk egy nagyobb kámbeket, hogyha azt a formáját, illetve azt a játékot tudja mutatni a magyar csapat, amit a kámbeknél láttunk, látunk, akkor nem lehet probléma rámpán, ezt most benézték, mert nem jött senki, végre egy jó call, és Sőt, annyira jókor lehet, hogy igazából a 8xd ugye egyedül, aki templomban be is van vakulva, ellövi magát. És már ben vannak ászájton a mieink. Ki kéne füstölni amúgy Donátot, vagy pedig hát el kell foglalni Donátot, és akkor le kéne lőni Semit, Ez meg is történik. Közben Zombi pedig Jupiter el tudja csípni, úgyhogy 8xd Luna, illetve Styroxi, aki életben marad, és eee, hát megpróbálják. Érkezik majd egy kis, egy flash talán. Igen. Moli is. Ajaj, ez nem volt jó, 8 -nek a flash -a nagyon jól betalált Zsoltira. Jön Luna, Zsombi mentheti meg a kört, 2v2, nem szedik még a bombát, zombinek Zsombinak megvan a következő kill is. Hát és Fájtól ez Tiroxival még Szelex, de ő is be tudja végül is fejezni, úgyhogy... Megvan az egalizálás, 14-14 ezzel. No, hát csak a szokásos felállás, AVP, AK-kal AK kiegészülve ellenkező oldalon, pedig m és jupi, hú, kapott egy hatalmas a mi midagróban, AVP-vel, illetve m letolják hárman, és nem vannak már amúgy eléggé mélyen miden, és hát kettő, egy B-védővel, most igazából megpróbálhatnák simán, nézzük, hogy személy. megvan Zsoltinak, ha most megindítanák ezt a támadást, akkor akkor igen jó pozícióban lehetnének. Jupi ki van szorítva amúgy képbe. Érve még nincsen, de nagyon lovos. 20, 53 hp -ja van. Érkezik egy füst, és közben amúgy oldalba, lehet, hogy oldalba fogják lőni lunáik majd. A szkorcsékat vigyázni kell, nem jön össze, ez legalább jó. Fú, nagyon magukra vonták most már a figyelmet, és igazából a körbe is vannak zárva, egy menekülési úton lehet, hogy a tékezdő felé próbálnának kihátrálni, de Lén érkezik két játékossal, ú, és kapja is Lunától Zsolti. 4v4 hát ezt most így nagyon, ezt valahogy meg kéne oldani. vagy ki kéne törni valahogy képből, vagy pedig, hát nem tudom, middel kéne fájtolni. Én mondjuk lehet, hogy midet választanám talán, Stiroxif 69 HP-n, mondjuk Jupinak is 53, már csak 34, nagyon jó volt a néd. Hát BX, vagy 8XD, e, el tudja lenni Selexet, Ninjában itt bújik Jupi, azzal a 31 nány HP-jával, úgyhogy így. Hát most mondhatom azt, hogy megint hiába volt a felzárkózás, nyilván nem hiába, de, de eddig tartott 3v2, 2 1 bekerülnek, GBK marad egy életben. Hát voltak már momentumai Gabcimanónak, de amint plantolni fog, hallotta, hogy Long ellépte magát, itt van kív. Megvan -e egy, még a bomba az lekerülett alapvetően, na. Rá kell menni, rá nem lesz idő, nem lesz, nem lesz idő. perces néma véget ért, és időközben két, két ember is elhullott mindkét oldalon, a szem, illetve Tyroxi, valamint relaxis és szelex. nagyon jó időben érkezett Redből, és e, meg tud ölni 8xd aki ugye a, hát nagyon sok kört köszönhetnek neki a fin csapat játékosai, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy talán az egyik húzó embere elhullott a Finn csapatnak, de egalizálnak Lunáék, igazán nagyon kevés hp -ja marad a védekező játékosnak, az utóbbinak. Jupi viszont még 100 hp és is, kettő kill, mert ott van a neve mellett. GBK bújik amúgy itt templomban. Hát nem, jól tartják amúgy fánkból, de hát, csak ne roncsa el. Ör, egy miss volt zsolti Hát ö, nem jött össze. 14-16 lett a mérkőzés. Hú, na, én nem találok szavakat. Kérdés, hogy zsomborunk talál-e. Zsomborunk talál -e szavakat? Nem Szia. nagyon. Szia, rombi. Ne. Fogjuk rövidre, hello. Fogjuk rövidre. Ö, megint, megint majdnem megvolt, ö, és. és én azt gondolom, hogy jól játszottatok, volt, és megint, megint voltak olyan körök, ho, ho, na mindegy, szóval röviden, hogyha, meg, meg amennyire tudod, és utána el is engedlek akkor, mert gondolom, hogy hogy most azért ideg vagy ma unni. Uh, hát, ja, nem tudom, inkább csak szomorú vagyok, hogy be az ilyen full szarok ellen nem tudunk nyerni igazából, mert nem tudom, elbasszuk a körök végét igazából. Mármint nyilván megint ugye a szokásos folyam CT-ből, hogy nincsen pénz, szarokkal kell köröket nyerni, de most még legalább meg is nyertük azokat a köröket, uh -huh. csak elbuktunk. Hát, mint mondjuk ezt az utolsót pölött. tehát hogy most. Igen, ja, mindegy hát... igazából. Ez nem egy embernek a hibája természetesen, tehát ezek csapatszintű problémák, de hát, uh, igen. Uh -huh. Hát igen, az utolsó kör jellemezte a legjobban azt, hogy, hogy milyen is volt az egész meccs. Tehát, hogy itt át az ászló, megint lehetett volna még egy OT, és ugyanakkor az meg, az meg tényleg dicséretes, hogy már 12-ben, valami szintén én sem láttam már azt így a 12-6-7-ről jöttetek ugye vissza, hogy itt még meg lehet menteni ot úgyhogy ugyanakkor, tehát talán ezért is duplán a dolog, hogy, hogy képesek voltatok ilyen ilyen kámbekre, olyan, olyan, villanásokra is, akár többre is, tehát nem csak ilyen uh, rövid életű dolgokra gondolok, hanem tényleg konstant jó játékra körökön keresztül, és utána meg egy-két ilyen csúszik el, úgyhogy gondolom ez azért ez így, ez így, mm, ez így méreg lehet. Um, nem is nagyon akarom akkor így rabolni a, az időtöket. Lesz időtök most ugye, uh, jelen? Ja nem, most egy kedv van, jó, azt nem, hogy csütörtök, nem tudom miért, hogy csütörtökön. de akkor is lesz időtök gyakorolni. Um, és ugye csütörtökön uh, még, még relaxal fogtok felállni, ha minden igaz. Ha jól emlékszem, yes. azt mondtad tegnap. És akkor jövő héttől pedig már Krulit láthatjuk, vagy, vagy, Igen. Uh, vagy az még nem Igen. Igen. Akkor Krulival fogtok felállni. Hát reméljük, hogy a leg, ha máskor nem, akkor azért nem meg, a relaxot. Talán most neki sem ment úgy, úgy a játék, ahogy néztem így a, 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 statjait, illetve nem csak a statjait, hanem, hanem azért voltak, amikor pont képernyőn volt. Mondjuk Sokszor volt egyedül hagyva Ászájton, és, és éppen amikor rárontottak, nyilván akkor nem sok esélye volt, de uh, azért kívánom neki is, hogy a, a jövőben majd azért a jövő reménységét azt gondolom, majd képezheti ő is, és jól fog menni neki is a játék, uh, meg nektek Valók. is. Igen, úgyhogy uh, nyilván nem, 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 is ez, most nem azt akartam mondani, hogy, hogy rajta ment el a dolog. Uh, Érezhető volt azért az, de talán ezen nem sértődik meg, hogy hogy ezért a tegnapi, főleg a té oldal, ugye azt az nagyon dicséretes volt, ahogyan Krúlival, Uh, illetve a többi, vagy ahogy, ahogyan te is játszottál ugye tegnapi nap folyamán uh, uh, játszottátok ugye a, a té oldalt <kül> úgyhogy reméljük, hogy a folytatásban azért ez, ez megmarad majd. Na um, jó pihit és uh, lenyugodást, uh, Holnap után akkor találkozunk. Köszke, köszke meg a szurkolást is, sziasztok, szia, szia. hello hello uh, Nem akartam nagyon forszolni a dolgokat uh, Tudjátok mit? Uh, úgy is, ke <suk> is kevesen nézik az esport 1-et, amit 2.35-en, úgyhogy uh, mi van, Kodiak 1.6-ozik? Ne bassz, ne Kodiak 1.6-ozik! Akartok 1.6-ot nézni? Ez nem tudom ki, nosztalagikus 1.6-ozás. Mindegy, ha akartok, akkor menjetek. Nem, én, én nem fogom Kodiakot. Forza játszik, ja, igen, Forza Monte. Uh, úgyhogy megyünk az Esport egy tévére, hát ha már ők is rédeltek egyszer-kétszer engem, akkor ó, hát és itt van Liton, ha már ugye a Viton csapatáról volt szó, akkor most érzerűen Litonékhoz fogunk érkezni. Úgyhogy hát uh, összességében megint egy nagyon szoros mérkőzést látunk, egy hatalmas nagy comeback és, és talán ezért is fájó ez a, ez a vereség még inkább, mert én úgy éreztem, hogy tényleg a comeback után meg lesz a csapatban az a, az a tartás, meg az a fajta, meg tudják tartani azt a játékot, át tudják menteni majd az ot is, és, és ott sem múlt igazából sokan, úgyhogy na mindegy. Sajnos így alakult. Legközelebb ugye csütörtökön fogunk majd találkozni, este 8-kor. Én közben a uh, Rajdot indítom. E Sport IT, e ugye? Jól írtam be? Igen, szerintem. Ja. Úgyhogy ez van. Holnap találkozhatok velem amúgy majd este fél 8-kor egyes kaszton, illetve utána majd csütörtökön, valamint szombat-vasárnap is, valamint ese a mérkőzéssel, pedig ugye, ahogy mondtam már, csütörtök este, ha időben befejezem a délután fél ötös esport egy kasztot, reméljük, hogy a mérkőzés majd időben elkezdődik, meg be is fejeződik, és akkor zsombéknak a soron következő ese a meccsét is tudom majd nektek közvetíteni itt a baráton. Úgyhogy hát köszi még egyszer mindenkinek a figyelmet. Ma este ne felejtsétek el, akit érdekel, Bayern München, meg Real Madrid. Remélem, hogy Herikén most megtalálja a gollövő cipőjét, és bebasz izét ötöt legalább a Luninnak, és uh, meg a Real, nem tudom, <coughs> kitakarítani a Bayernnek az öltözőjét. Úgyhogy uh, szurkoljatok majd a Bayernnek. Nem mintha nagy bajor szurkolna lenni, de most, most ki, a, csak azért is. Én annyira utálom a rá hogy, hogy bárkinek, tehát a, az ördögnek is képes lennék szurkolni, csak azért, hogy, hogy kiessen a réál, mert megérdemlik, hogy kiessenek. Na, ez az én szerény személyes véleményem, ezért ne utáljatok, ne iratkozzatok le, stb. Gyertek majd csütörtökön találkozunk, és ö, szerintem szombaton lesz majd egy hosszabb stream, és végre nem csak csés, ö, meg kasztolós, hanem, ö, hanem vagy Settlers, vagy Tomb Raider, ugyanis jó hír. Péntektől vasárnapig itthon lesz Fater, úgyhogy... Ö, otthon tudok végre lenni, úgyhogy ezt megünneplendő szombaton lesz majd egy hosszabb stream. Na, jó éjszakát még egyszer mindenkinek, menjünk az E1 TV-re,